A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. Városunkban is számos közösségi munkából válogathatnak a diákok, és a tapasztalatok szerint szeretik is őket. Most madárodukat készítenek a katasztrófavédelem segítségével. Nagyon szeretem ezt a közösséget, ami ilyenkor összegyűlik, és nagyon jó hangulat van. Például volt egy olyan közösségi munka, amikor jöttek a parafóniások Budapestről, és rengeteg programot szerveztünk nekik, egy csomót főztünk nekik, meg minden, szóval így nagyon... Szerintem élvezetes volt egy nap. Bármilyen közösségi szolgálatos feladatot elvállalok, amire van időm és alkalmam is, meg energiám, és igazából nem válogatok. Ha osztálytársaimmal, barátaimmal tudok lenni, akkor mindegyik nagyon élvezetes. A diákok között sokan nagyon szívesen járnak a közösségi szolgálatos munkákra, nem csak az előirányzott kötelező feladatokat teljesítik, hanem többet vállalnak. A Városi Katasztrófavédelem parancsnokát Orosz Csaba megkeresett, hogy egy madároduk építésében vállalnánk szívesen közösségi munkálaton belül tevékenységet. Osztályomban mondva a gyerekek erre nagyon hamar és nagyon gyorsan reagálva vállalták, hogy vállaljuk el, és egy délután vagy két délután közösen szereljük össze az idehozott részekből a különböző madárodukat. Nem csak a közösségi munka volt hangsúlyos a madároduk gyártásánál, hanem az újrahasznosítás is. Az alapanyagokat a katasztrófavédelem biztosította, és a későbbi munkákat is ők segítik. Hulladék faanyagból és majdnem lejárt szavatosságú festékből majd szuper madáretetőket fogunk építeni, meg madárodukat. Madáretetőket már egyébként nagy részét ősszel legyártottuk, és a tél folyamán több helyen a gimiseket ettek, ezt is közösségi szolgálaton belül. Most pedig madárodukat építünk, ebben segítenek. A hankok megvásárolta nekünk a csavarokat, a láncokat, a kis mindenféle kis zsanérokat, hogy ezek tényleg profik legyenek, és most a közösségi szolgálaton belül a gimisek összeszerelik. Ez az egyik feladat. Aztán, amikor össze van szerelve, akkor egy másik csapat, akik az igazi kreatívak, majd kifestik mindenféle, elszabadulhat a képzeletük, mert bármiféle dolgot beleképzelhetnek, és majd március 21-én lesz egy kisbiológus találkozó itt a gimnáziumban, és akkor a Szivacs galériában ezek a madároduk ki is lesznek állítva, tehát madárodú szépségverseny lesz, és aztán, amikor majd már a díjazottak nagyon örülnek, és megkapták az ajándékot, utána város szerte, akár általános iskolák udvarán, óvik udvarán, majd a gyerekek segítségével ezeket kihelyezzük, és onnantól már várjuk majd a madarakat, hogy hagyj költözzenek bele. Szög, kalapács és némi faanyag. A Széchenyi István Gimnázium tanulói ilyen és ehhez hasonló madáretetőket készítenek, amelyeket márciusban majd kihelyeznek a városban. A DSTV híradóját Moró Dávid tudósította.